Sziasztok! Mai adásban Szabolcsi Károly fogja bemutatni autóját. Én Rékási Gábor vagyok, és ez itt a kormány mögött. Karcsi, most milyen autóba ülünk? Most egy BMW i3, 94 amperórás akció autóban ülünk, ami valójában nem az enyém, hanem a páromé, de én kaptam azt a megtiszteltetést, hogy bemutassam az autóját. Ez az autó, ez külföldről származik, vagy az is hazai? Ezt majdnem négy évvel ezelőtt Ausztriából került Magyarországra, már most 8. novemberben 8 éves autóról beszélünk. És ezt külön nektek hozták, vagy csak bementek egy kereskedésbe, és úgy... Nem, egy ismerős. Az előtörténet az, hogy először Peugeot-on hasonló verziókat kerestünk, abban nem találtunk alkalmasat, vagy törött volt, vagy valami volt vele. Végül azt mondtuk, hogy emeljük a tétet anyagilag, és jött. Tehát valójában még ez meg se volt hirdetve, autó volt, hanem lefoglaltuk, bekerült az országba, honosították, és már a miénk lett. Ez milyen felszereltségű autónk számít? Na, az i3-os felszereltségekben nem vagyok otthon. Egy magasabb? Egy középszintű lehet. Annyit tudok, hogy talán nagyobb a kijelzője ott középen. Ez még a facelift előtt, meg a kerklámpás. Igen, ez a hagyományos pandai járom. Pandai? Így még nem hallottam. Hát meg fekete-fehér. Jaj, hát igen. Mert nagy kerek szemek. Igen, így van. Uh-huh. Akkor nektek ez már a másik villanyautó, ugye? Mert az Ioniq volt az első, igen, és ez lett a igen, másik. Ezt a páromnak vettük, akkor olyan élethelyzet kezdett alakulni, hogy sokszor volt az, hogy külön utokon megyünk, kell egy második autó, és ez emiatt került beszerzésre nálunk. És akkor már nem volt belső égés autótok, vagy még? Nem, akkor már két éve egy Ioniq 28-ast használtuk. Nem, még csak egy éve. Tehát elég hamar jött a második autó, de hosszú utazásra azt használtuk, ám bár eleinte voltak olyan dolgok, esetek, hogy én mondjuk a 28-assal egy miskolci villanyautós találkozóra mentem, ők Egerbe, Mátrá, majd Eger, tehát a Bükk és a Mátra közötti területen túráztak, és akkor ő ezzel ment. De ő télen is megjárt a Mátrát ezzel oda-vissza, ősiesen. Akku problémák, degradáció, tapasztaltatok-e, mi a tanálatok van? Ezzel az autóval semmi nem volt eddig. Semmiféle javítás? Semmi. Használjátok is, megy. Használjuk, megy. Sajnos egy-két esztétikai dolog van rajta, amit mi okoztunk az autónak, tehát ott, ahol ez parkol nálunk, ott például minden esetben csipok hátul, mert közel van egy oszlop, és hát más is volt ott, és nem vettük észre, és neki mentünk, és az ott látszik, de ugye az a mi felelősségünk, hibánk, nem az autói. Igen. Milyen AC töltési teljesítménye, vagy milyen DC töltési teljesítménye? Hát ez úgy 11 kW-tal, tehát 316 amperrel tölteni, tehát ez otthon elég gyorsan, pár óra alatt feltölthető, mi ezt azzal is szoktuk tölteni általában, a maximumon. DC töltése? DC töltéssel a párom nem figyelte, én figyeltem, mikor ilyen hosszabb utakra elmegy. Melegben nagyon zseniális a töltése, tehát 50 kW-os töltőkön nagyon jól tölt, mondjuk az a maximuma is ennek az autónak. A kisaksi miatt valójában ez is hamar feltölt. Télen azért egy picit lomhább tud lenni, még felfűti az aksit, ebbe van aksi melegítés is, ha jól tudom. Tehát egy kicsit lomhább a töltése, mint a 28-as Ioniqé, de nem. Én úgy gondolom, hogy ebbe az aksi méret tartományban még ez is zseniális. Ez a 90 amperóra, ez olyan 31-2. 96 amperóra, hát valami olyasmi, úgy valahogy, tehát picit több, mint a 28-as Ioniqé.
csak hogy nem biztos, hogy mindenki át tudja váltani, vagy tudja mi ez. Ezt többnyire városban használtuk, vagy akkor ez is azért néha-néha kimentek? Alapesetben ezt csak városban használjuk, párom inkább. Én akkor, amikor útban vannak a többi autó előtt más, és ezt egyszerűbb elvinnem, de a párom ezzel átmegy Debrecenbe, oda-vissza edzésre. Azért nem csak városon belül van használva. És milyen fogyasztást tudtok ezzel az autóval élni, és milyen stílusban vezetetek? Gondolom, ez se egy sportos használatban van. Attól függ, ki vezeti. A párom viszonylag egy nyugodt vezető. Ő neki városban 10-12 volt nyáron, egy 15 körül érték télen, amikor fel is fűtési szakaszok kellenek. Igen, amit ugye elő is lehet fűteni ezt, illetve ez egy hőszivattyús verzió, lehet, hogy nincs is olyan, amiben nincsen hőszivattyú, ebbe van. Hatótáv, mennyire elég ez ezzel az autóval? Amire használjuk, elég. Amikor a párom ezzel messzebb ment, valójában szerencsés volt, mert a MOL töltők az M3 mentén ideális helyeken vannak. Többet kell tölteni, mint a 28-as mondjuk, tehát fogyasztásban ott azért érezhetően megnő fogyasztási érték, de megcsinálható. Mekkora a legnagyobb táv, ami itt mentetek ezzel az autóval? Hát szerintem egy napon belül egy olyan 550 kilométer. Akkor az se rossz az ő. Tehát ott is nem ezzel lett volna megtéve az út, hogyha szabad lett volna 28-as, csak azt én vittem el, párom meg kellett, hogy menjen, és akkor ő így ezzel ment, meg lehetett oldani. Kötelező szervizek költségei voltak, vannak? Ennek két évente kell vinni. Két éve volt ilyenen utoljára, akkor hát valami 40-45 ezer forintra emlékszek, akkor ott elég sok mindent így leszettek, valamit megnéztek, tehát nem csak ilyen, meg valami folyadékot is cseréltek talán, ha jól emlékszem. Én nem tartom vészes összegnek ezt az értéket, most... Főleg két évente az nem egy... Igen, novemberben megint elkerül. Én valószínűleg utána is két évente fogom, hogy ránézzenek, de eddig ez egy elrontott BMW, 8 évesen semmi baja. Akkor igazából típus hibák sem jöttek elő, semmi, amit... Nem is tudok, hogy van egyébként... Az jó legalább, nem? Én mondjuk tény, hogy a BMW csoportokban nem mozgok annyira otthon, benne vagyok, de mondjuk így nem nagyon láttam ott leírva ilyen típus hibákat, tehát hogy ami szervizzel kapcsolatos hiba lenne. Kötelező kaszkódíjak, hogy alakulnak erre az autóra? Ezre most, ez egy céges bónusz 2-3 bónusz 3 körül van, egy olyan 160 ezer forint a kaszkó, és 55 körül van a kötelező. Még meg sem mondható túl részesnek azért. Jó, mondjuk Nyíregyházán vagyunk, a gondolom másabbak, mint egy Pesti. Igen, Nyíregyházán megyeszékeiről beszélünk. És valamit nem szerettek ebbe az autóba, ami változtatnátok esetleg? Ez nézőpont kérdése. Tehát ez az autó egy sportos autó, mindene arról szól, hogy én nem szeretem, patogós a futóműve nekem, hozzám a 28-as Ioniqnak a balanszos kereke illenek, meg annak a menetdinamikája, de ez az én egyéni szót problémám ezzel az autóval. Ami nem szerethető esetleg ebbe az autóba, hogyha többen használják, ezt a párom pont említette neked, az ajtónyitás. Tehát ennek nem hagyományos úton nyílnak az autói ajtajai, a hátsó. Tehát egy szűk parkolóba nehézkesebb ezt a kibeszállás, aki hátul ül. Kisgyerek esetén még macerásabb lehet, aki még nem is tud mozogni, hanem ki kell venni esetleg gyerekülésből ilyenek. Én más nem is tudnék hátránynak mondani erről az autóról, tehát elsőre ez az autó úgy tűnhet, hogy egy kis autó, elől hatalmas hely van benne, hátul valójában az én méretemhez, a párom méretéhez, az első ülésekbe igazítva
a két most 14 és 17 éves fiaim kényelmesen be tudnak ülni, így Debrecenben, mikor átmennek edzésre, kényelmesen el vannak hátul, a csomagtartó mérete nem utazáshoz van kitalálva, de egy nagy bevásárlást letudható vele, szerintem. Akkor nem egy nyaralós autó, amiben telepakoljuk is. Négy személynek. Nem. A négy személlyel elindulni nyaralni nem biztos, hogy alkalmas, de megoldható az is egyébként. Három személlyel biztos, mert akkor van egy szabadülésünk hátul, ahova még pakolható, vagy olyan család utazik, akik tényleg nem az, hogy na mi lesz, hogyha majd a strandon hideg lesz, és kell a pulcsi, és akkor még beteszek két pulcsit mindenkinek, meg hasonló, hanem tényleg meg strandra megyünk, akkor oda mi kell fürdőnadrág, meg egy pulcsi, és kész, de és annyi elég. Az megszervezhető, hogyha a rakteret nézem, vagy a csomagtartót, meg ugye be kell tudni, hogy időnként töltögetni kell ezt. Igen. És ki tudál valamit emelni, ami miatt tetszik az autó esetleg, vagy ami miatt választottátok elsősorban? Ezt a párom választotta igazán. Neki azért tetszik a menetdinamikája akkoriban, hogy gyorsan ki lehet gyorsítani egy adott helyzetből, neki kényelmes is. Én otthonosabban érzem magam a 28-asba. Most már ő is jobban szereti azt. Tehát ugye ez egy puhábban rugózó. Komfortosabb, ez meg sportosabb. Így van, tehát ki mit szeret, tehát igazán városba, város környékre valaki akar venni autót, igazán ez a kettő típusa, ami javasolható, és bele kell ülni, és választani, hogy kinek mi tetszik jobban, melyik menetdinamika. Nem tudnám azt mondani, hogy jobb vagy rosszabb, attól függ, hogy ki használja. Persze. Applikációs helye is van hozzá, használjátok esetleg? Ehhez van, használjuk az előfűtés, felfűtés részét, tehát az előhűtés, vagy az előhűtést. Én használom, tudom, hogy a párom elindul, én előtt 5 percet bekapcsolom, ő nem kapcsolná be, és utána mindig hálálkodik, hogy milyen rendes vagyok. Ő is be tudná, tőlem ez egy apró figyelmességként működik, hogy így induljon el. Meg ugye kiállok neki, hogy már csak be kell szállni. Jó dolog egyébként ez, hogy applikáción keresztül be tudja az ember kapcsolni. A központi egységet azt mennyire használjátok? Mennyire használható? Nekem nehézkesebb. Párom beállítja mindig, mikor Debrecenbe megy át edzése a fiúkkal, vagy egyéb ok miatt. Tehát ő azt úgy használja, de alapvetően ennél sincs használva olyan szinten, tehát ahova kell, elmegy a városba, mondjuk valamikor beállítja, ő nem helybeli egyébként, hanem Budapestről került ide, tehát nincs akkor a város ismerete, tehát néhányszor azért be kell állítani ezt, de azt sokszor én szoktam előre. Mert mindig utolsó pillanatra készül el kapkod, és így pont jól jön. Akkor azért valamennyire használva a fejegységében. Igen. És ezek után milyen autó lett a harmadik? Ezután egy Ioniq 5-öst vásároltunk, a hosszabb utak, a sok hosszú út miatt. Ezt is bemutatod majd a nézőknek? Hát ha akarod, akkor igen. Hát jó lenne. Biztos érdekli őket. Rendben. Köszönöm szépen, hogy ezt az autót is bemutattad. És akkor ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, ismét lájkoljátok, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok! Sziasztok!